Meghalt minden idők leghíresebb ökölvívója. Muhammad Ali 1960-ban még Cassius Clay-ként lett olimpiai bajnok, ezután kezdte majdnem 20 évig tartó profi pályafutását. A hajdani sportolót légzőszervi problémákkal vitték be egy arizonai kórházba, ott is halt meg. Évtizedek óta a Parkinson kórban szenvedett. Ali ilyen magabiztosan ordította többször is a kamerába leghíresebb mondatát. I am the greatest. Vagyis én vagyok a legnagyobb. Ali vélhetően nem is tévedett, pedig nem ő nyert a legtöbbször világbajnokságot, nem is veretlenül vonult vissza, de volt valami, amiben tényleg mindenkinél jobb volt. Teljesen egyértelmű, hogy Muhammad Ali-nál volt kiményebb, volt állhatatosabb, szakmailag felkészültebb, talán nem sok, de nem is ezért lett ő minden idők legnagyobbika, hanem ő volt az, aki az ökölvívásba a szórakoztatást behozta. Kijelenthetjük, hogy a szakmát egyébként, vagy magát az ökölvívást nem kedvelő nézték az ő mérkőzését, köszönhető annak, hogy egy igazi showman volt. Ezért kapta a becenevét a nagy szájút. Első világbajnoki övmérkőzését a legendás Sonny Liston ellen vívta. Még az újságírók is megdöbbentek, amikor így üzent ellenfelének. Olyan sűrűn fogom ütni, és annyi oldalról, hogy azt hiszi, többen verik egyszerre. Először őt rúgom szét a ringben, azután a kis zöld marslakókat. Persze nem csak dumálni, verekedni is tudott, mondja a filmbéli Rocky. Hogy mi tette őt minden idők legnagyobb ökölvívójává? Talán az, hogy mindenkinél gyorsabb és szerethetőbb volt. A mély szegénységből jövő nagy dumájú fiú hamar Amerika, majd az egész világ kedvence lett. Máig mindenki fújja a tengeren túlon másik nagy mondását. Lebeg, mint a lepke, és csípj, mint a méh. Megmondtam a kritikusoknak, hogy én vagyok a legnagyobb, hogy én vagyok minden idők legnagyobbja. Amerikai gyerekek milliói akartak olyanná válni, mint Ali. Mike Tysonnak majdnem sikerült is. Úgy 1977 körül lejött hozzánk a javítóintézetbe. Lehettünk vagy 2500-an, de mindenkihez odament, és mindenkihez volt egy-két jó szava. Biztos vagyok benne, hogy nem csak az én lelkemet érintette meg. Azóta sem találkoztam olyan csodás emberrel, mint amilyen ő. Ali a 70-es évek közepén vonult vissza a sporttól, hogy polgárjogi aktivistaként folytassa az életét. Mindenki szívesen fotózkodott vele, a retteget diktátor Saddam Hussein épp úgy, ahogyan a Nobel-díjas Nelson Mandela is. 1982-ben csapott össze az egyetlen olyan ellenfelével, akit nem tudott legyőzni, a Parkinson kórral. Élete végéig küzdött a betegséggel. A 70. születésnapján Stevie Wonder köszöntötte az olimpiai és többszörös világbajnok sztárt, aki nem sokkal ezután így összegezte az életét. Mindig azért akartam híres és elismert lenni, hogy segíthessek a népemnek. A nagy szájút itthon is mindenki ismerte. Nyilván nem véletlenül került az ő arcképe minden idők egyik legjobb boxkönyvének címlapján éppen középre, paplaci fölé.